Fehérvár Csurgon a Károlyi Kastély adott otthont a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fehérvár megyei szakmai fórumának. A tanácskozáson az előadások érintették a földügyeket, a gabonakérdést, illetve az agrár- és vidékfejlesztési támogatások aktualitásait egyaránt. Az ukrán háborús válság miatt a gabonapiacon intenzív változások voltak. Kezdetben, amíg a gabona szállítmányozás megállt ideiglenesen, akkor egy áremelkedés volt tapasztalható a piacon. Utána, amikor pedig az európai piac irányába megnyílt a vámmentes szállítási lehetőség, akkor pedig a nemzetközi ár csökkenő tendenciát kezdett el mutatni. Petőházi Tamás a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke előadásában a gabona ágazat helyzetét és kilátásait elemezte. A szakember kiemelte, hogy a jelen globális gabonapiaci válságát csak egy olyan fegyverszünet oldhatja meg, ami az amerikai, az európai, az afrikai és a távol-keleti országok közös fellépésével valósulhat meg. Az elmúlt két évben megváltozott a gabonapiac Magyarországon, de nem csak Magyarországon, az egész világon. Ugye ennek legfőbb oka 2022-ben az orosz-ukrán háborúnak a kitörése, másik pedig az, hogy egy történelmi asszály rázta meg Magyarországot 2022 nyarán. Ennek következtében sokkal kevesebb áru kukorica termet, mint ahogy szokott. Ennek következtében sajnos az ukrán áruk raktárt találtak Magyarországnak, és ugye ezt szenvedjük el most, hogy nem a magyar termények vannak elsősorban, és nyomják le az árakat az ukrán áruk. Stahura Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezető mezőgazdasági szakértője azokra a változásokra hívta fel a figyelmet, amelyek a jövőben meghatározzák az agrárium jövőjét. Ez az egész év a változásokról szólt, meg az újhoz történő hozzászokáshoz itt a támogatások kapcsán. Úgyhogy itt áttekintjük, hogy kik mennyire voltak bátrak, és mennyire vállalták az újat, hogy tudtak hozzászokni, illetve látjuk azt, hogy változtatásokra van szükség. A résztvevő Fehérvár megyei agrárgazdák alapvető kérdésekre kaptak tehát választ a konferencián, amely a mezőföld szívében élők számára kulcskérdés a jövő tervezésében is.